Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Március 23 újra egy portál nap, ami azt jelenti, hogy nyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ez egy finom energiamező, ennek van gyógyító hatása, és nyílik egy ajtó a spirituális területre. Ezen a napon tartok egy szertartást, illetve ezúttal a férjem tartja, hiszen még mindig beteg vagyok, lázasan fekszem az ágyban, fáj a gyomrom, nem tudok enni, nem érzem jól magamat, nagyon gyenge vagyok. Tehát a férjem tartja ezt a szertartást, amire jelentkezhettek e-mailen keresztül. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Az, hogy mikor van egy ilyen portálnap, azt a maják számították ki. A forrás az tehát a maja naptár, amiről beszámolok a Facebook oldalamon naponta. Tendera Susanna Medici. Ott találjátok meg. Ebben a maja naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Egy hullám 13 napig tart. Ez a majáknál egy szerencsét hozó szám volt, egy misztikus szám. Ez olyan, mint nálunk a 7, de náluk 13 napig tart. A maja naptárban vannak tehát ezek a hullámok vagy rezgések, ami 13 napig tart. Március 23-án a 9. rezgésben vagyunk, ami eltart március 30-áig. Ez alatt az idő alatt benne vagyunk egy úgynevezett transformációba, hiszen vannak nehézségek, problémák, a feladat az, hogy ezeket eltávolítsuk az életünkből, hogy javuljon a helyzet. Ez a portálnap a 6. nap ebben a 9. hullámban, és ez a múltra utal. Itt vannak emlékek. A szép emlékeket meg kell tartani, meg kell őrizni. De az, ami elszomorít bennünket, az jobb, ha azt elengedjük. Az is lehet, hogy valaki gondol rád a múltból, vagy visszatér hozzád. Ez lehet egy barátság, lehet egy párkapcsolat, és valaki vissza akar térni hozzád a múltból. Ebben a maja naptárban vannak szimbólumok. Ezúttal ok uralkodik. Ok lefordítva kutyát jelent. Ez a kutya utalhat a házi állatokra is, kutyára vagy cicára. Amit a kutya még szimbolizál, ezek a barátságok. Hogy egy barátnő vagy egy barát visszatér a múltból, vagy lesznek új barátságok. A kutya jelenti a hűséget is, és itt most kell a bizalom, hogy bíz abban, hogy ő hűséges hozzád. Ez a hűség nem csak a párkapcsolatra utal, hanem ha vannak tervek, vagy ötletek, amit szeretnél megvalósítani, akkor maradj hűségesen ehhez a témához. Tehát ezen a szertartáson ezek a témák vannak. A gyógyító erő, egy spirituális terület, a múlt, kapcsolatok a múltból, az akadályok eltávolítása, kutya vagy cica, tehát háziállatokról is szó lehet, azon kívül fontosak a barátságok, és fontos a bizalom, fontos a hűség, bízd meg abban,
hogy ő hűséges hozzád. Persze, légy te is hűséges. Vagy tarts ki a céljaid mellett hűségesen. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Azon kívül leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy keresd meg a Facebook oldalon. Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!